Hamarosan elkészül az Ózdi Központi Ügyfélszolgálat. Kátránylemezt dobtak az Urai temető szemetesébe. Többen is segítik az Ózdi Schulz Bence gyógyulását. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Zajlanak a munkálatok a polgármesteri hivatalban. Hamarosan átadják az Ózdi Központi Ügyfélszolgálatot, amely segítségével az emberek egy központosított helyen tudják elintézni ügyeiket. A feladatok nagy része már elkészült a belső térben, de akad még bőven tennivaló. A város vezetése a megnyitást szeptember 3-ára tervezi. Javában zajlanak a munkálatok az Ózdi Központi Ügyfélszolgálat épületében. A járási hivatal és a kormányablak eddigi székhelyét a gyújtótér egy szám alá helyezték át, a felszabadult belső részeket pedig az önkormányzat elkezdte átalakítani. A felújítással gyorsan haladnak, így az Ózdi Távhő Kft., az Ózdi Invest Kft., a szociális intézményrendszer dolgozói és az ügyintézők hamarosan egy térben tevékenykedhetnek majd a város lakóinak érdekében. Pár hete adtunk hírt arról, hogy egy Ózdi Központi Ügyfélszolgálatot valósítunk meg itt a polgármesteri hivatalban, és most már a munkálatok elég gyors ütemben zajlanak, szeptemberben meg is tudjuk majd nyitni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ügyfelek egy helyen elintézhessék az ügyeiket Ózdon. Erre lehetőséget biztosít a teljes önkormányzati rendszer már szeptembertől, és tárgyalásban vagyunk a többi szolgáltatóval is, közmű szolgáltatókkal megjegyzem, lakossági ötlet nyomán. Nem álltak háttal a dolgoknak, de várjuk még a visszajelzéseiket, számukra is nyitva áll a hely, így bízunk abban, hogy egy olyan Ózdi Központi Ügyfélszolgálatot valósíthatunk meg, amely máshol az országban talán még nem is működik. A koncepció kialakításán a város vezetősége július 1-től dolgozik. A felújítás során az ügyfélteret és az aulát is úgy tervezték, hogy az megfeleljen a Covid okozta követelményeknek, valamint fokozottan figyelnek az adatbiztonságra is. A könnyebb ügyintézés céljából ügyfélhívó panelt helyeznek majd ki, valamint készítenek egy gyermekeknek fenntartott sarkot, ahol a kicsik várakozhatnak szüleikre. A munkálatok nagy részét már elvégezték a belső térben. Ennek megvalósítása az első szakaszba tartozik. A második, hogy tárgyalásban vagyunk olyan nem önkormányzati szolgáltatókkal, mint az ERV, EMAS, akik szintén mutatnak nyitottságot, hogy itt majd egy ügyfélszolgálati rendszert működtessenek. Ezek a tárgyalások még nagyon kezdeti stádiumban vannak, úgyhogy az a második fejlődési szakasz az ott a benti helyiségben fog kialakulni. Úgy érzem, hogy annak még kell egy pár hónap. De ha az megvalósulna, akkor elérnénk azt, hogy egy ózdi polgár szinte minden ügyét egy helyen, kultúrált körülmények között el tud intézni. Az ügyfélszolgálat termét teljesen felújították, az asztalokat a helyükre tették. Jelenleg a kábelek csatornázásánál tartanak, amely során bevezetik az áramot a hamarosan ide kerülő gépekbe. Amint a belső tér elkészül, az előteret is kezelésbe veszi a vállalkozó csapat, amely során többek között a portás fülkét is korszerűsítik. Tervek között szerepelt az épület előtti kiskert rendbetétele, amivel az Ózdi Városüzemeltető Intézmény felelősei már végeztek is. Az Ózdi és térsége szociális, egészségügyi és gyermekjóléti integrált intézmény munkatársai már nagyon várják, hogy elkészüljön a helység, és az új telephelyükre költözhessenek. Kezdtük először is a székhelyi változás miatt az alapító kirat, illetve az SMS módosításával. Ezek a módosítások megtörténtek, úgyhogy ez alapján most már a szolgáltatókat értesítjük ki a szemlezási címünk változásáról, illetve elkezdődtek az iratok selejtezései, hogy minél kevesebb olyan iratot vigyünk magunkkal, amire igazából már nincs szükség, csak akár irattározni kell, vagy már le is selejtezhető. Az Ócegyi dolgozói úgy tervezik, hogy augusztus 23-án pakolnak át, és azon a héten végeznek is a feladatokkal. A város vezetése az óküsz átadását szeptember 3-ára ütemezi, amennyiben minden munkálat zökkenőmentesen halad. Nagy mennyiségű kátránylemezt dobtak ki az Urai temető szemetesébe. Az esetre tegnap derült fény. Az anyag veszélyesnek minősül, ezért is aggasztja a helyieket a helyzet. A terület képviselője mielőbbi elszállítást ígért.
Tavasszal Szentsimonban is forgattunk hasonló témában, akkor valaki autóalkatrészekkel teli zsákokat helyezett ki illegálisan. Azóta ott rendeződtek az állapotok. A területileg illetékes hulladékgazdálkodási vállalat Ózdon két helyszínen is átveszi a már szükségtelenné vált holmikat. Centerben és a Zrínyi úton is üzemeltetnek átrakóállomást. Ruha, papírhulladék. Szitovszki Nikoletta meséli az urai temető mellett, hogy milyen nem odavaló tárgyakat találnak néha a sírkerthez tartozó szemetesekben. Az egyház próbál több lehetőséget is biztosítani a halottaikhoz kilátogatóknak, az elszáradt növények egy helyen való tárolására. Itt két vasállóból készített kuka is van, valamint big bag zsákokba is bele lehet tenni az elhervadt virágokat. Tegnap megdöbbenéssel keresték fel a helyiek a fiatal hölgyet, ugyanis valaki nagy mennyiségű kátránylemezzel töltötte meg a vászontáskákat. Amellett, hogy ez nem szép cselekedet, maga az anyag veszélyes hulladéknak minősül, és igen káros hatással van a természetre is. Szerintem nem jó dolog, mert ez egyrészt, hogy a környezetet nagyon szennyezi. A másik, hogy védeni kellene a környezetet, és itt nálunk ez nem az első eset, hogy előfordul, hogy szemetet hoznak ki, kommunális hulladékot hoznak ki, nem csak ide a temetői hulladéktárolóba, hanem Urajsusa közé is nagyon sokszor. Zsákos krumplit, műanyag székeket, ruhát, bármit, amit amúgy azért nem értek, mert ugye évente egyszer vagy kétszer, nem tudom pontosan, le is lehet adni, bizonyos kiló alatt ingyen átveszi a hulladékkezelő. Nikoletta a területi képviselőt is értesítette a történtekről, aki igyekszik mielőbb pontot tenni az ügy végére és elszállítást ígért. Elég csak bejönni ide, letenni a szemetet, a nád eltakarja. Tavasszal autóalkatrészekkel teli zsákokat dobtak ki Szentsimonban egy magánbirtokra. Az eset akkor nagy felháborodást váltott ki az ott élőkben. A terület képviselője felvette a kapcsolatot a hatóságokkal is. Feljelentést megtettük, a rendőrség elkezdte a nyomozást, hát sajnos hónapok múlva viszont le is zárta, mert a tettes az ismeretlen volt. Nyáron többször voltam itt kint a területen, bebenéztem, még akkor a nádas nem volt ennyire megnőve, és meglepődve láttam, hogy a hulladéknak nagy része már nincs itt. Kellóné Mezőtúri Márta úgy véli, hogy az autós felszereléseket valakik még használhatónak értékelték, és ezért vittek el innen szinte mindent. Végül is a végeredmény szempontjából jól jött ki, hiszen ma már alig találtunk valamit a helyszínen. A szentsimoni temetőt is szóba hozta, ahol folyamatosan problémát jelent, hogy ellopják a virágokat. A környezetszennyezés óriási gondot okoz városszerte, sőt településünk határain túl is. Hangony után például 5 darab előtöltős automatamosógép ajtaját találtuk meg egy árokban. A viszontlátásra feliratú tábla alatt pedig két televíziókészülék volt kidobva. Ez azért is aggasztó, mert ezeket minden további nélkül le lehetett volna adni díjmentesen a centerben vagy a Zrínyi úton található átrakóállomáson. Kiderült, hogy a szénkátrányt tartalmazó anyagokat viszont ők sem veszik át. De Sajókazán létezik olyan vállalat, amely kifejezetten ilyen jellegű veszélyes hulladékokkal foglalkozik. Igaz az is, hogy az átvételért ott már fizetni kell. Melkas zúzódással, koponya és térdsérüléssel végződött tegnap este az a baleset, amely Uraj határában történt. A sofőrök 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, mindkettőjüket az Ózdi kórházba szállították ellátásra és megfigyelésre. A helyszínelés nyomai az érintett útszakaszon még ma is jól kivehetőek voltak. A Dévó 19 éves vezetője a Petőfi út felől haladt Susa irányába. Sebességét azonban nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg, és átsodródott a szembesávba, ahol nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Suzukinak. Utóbbi gépkocsit az egyik helyi autómentéssel is foglalkozó kereskedés udvarán találtuk meg. Ezen látszik, hogy főként a bal elejét érte a csapódás. Az Ózdi rendőrkapitányság munkatársai szabálysértési eljárás keretében vizsgálják a felelősséget. A statisztikák szerint egyébként a sebesség túllépés az első, leggyakrabban előforduló baleseti ok. Ezért felhívják a figyelmet a szabályok maradéktalan betartására. Az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság híradó ügyeletére este 11:30-kor érkezett a riasztás. Az Ózdi tűzoltóságról 2 darab vonulószer, illetve egy műszaki mentő vonult a káresethez, ez összesen 11 főt jelent. Kiérkezéskor a felderítés alapján megállapították, hogy a két autó fél frontálisan ütközött. Amikor az egységeink kiértek, akkor már sérültek nem voltak a gépjárművekben. Mi a protokoll szerint áramtalanítottuk a járművet, illetve megvártuk a baleseti helyszínelőt, akinek ilyenkor a helyszíneléshez szoktunk segítséget nyújtani.
Többen is segítik Schulz Bence gyógyulását. Az Ózdi kisfiúról és betegségéről még ez év márciusában számoltunk be önöknek. Bencénél születése után az orvosok epilepsziát diagnosztizáltak, emiatt folyamatosan gyógyszeres és terápiás kezelés alatt áll. Végleges gyógyulásához műtéti beavatkozás szükséges. Ennek költsége azonban igen magas, amelyet a család nem tud előteremteni. Történetük sokakhoz eljutott, és a segítség nem váratott sokáig magára, már az operáció időpontját is kitűzték. Kisméretű, speciális járókeret segíti Schulz Bence mozgását, aki édesanyjával érkezett ma délelőtt az ifjúsági park játszóterére. Schulz Barbarával először ez év márciusában beszélgettünk gyermeke állapotáról és arról a műtétről, amelynek segítségével teljes életet tudna élni. A 3 éves kisfiú izmai betegsége miatt olyannyira merevek, hogy önállóan sem járni, sem ülni nem tud. Állapota a gyógyszeres kezelés és a folyamatos terápia miatt az elmúlt időszakban ugyan sokat javult, ám csak az operáció után épülhet föl teljesen. A beavatkozást az az orvos végzi majd el, aki kis boglárkát is segítette a gyógyulásban. Nazarov doktor júliusban találkozott a kisfiúval és édesanyjával. A konzultáció során megbeszélték a műtét részleteit, így a szükséges bemetszések helyét is. Megvan az időpontunk, december 9-én lesz Barcelonában, ez Spanyolországban. Nagyon-nagyon szépen megy neki a gyűjtés, rengeteg ember összefogott értünk, tényleg szavakat nem találok rá, hogy hogyan köszönjem meg azoknak az embereknek, akik így támogatnak minket. Egyre többen keresnek meg telefonon, Facebookon, hogy segíteni szeretnének, és egyszerűen nagyon hálás vagyok érte, hogy tényleg ennyire sokan foglalkoznak a mi történetünkkel, a helyzetünkkel. Bence minden hónapban egy-egy hetes intenzív terápián vesz részt, amelyet Budapesten végeznek. Ezzel azonban egyelőre leálltak, hiszen a közelgő időpont miatt minden erejükkel az operációra koncentrálnak. Hiszen nem csak maga a műtét, hanem a kiutazás és a szállás költségeit is elő kell teremteniük. Történetüket hallva azonban több ózdi magánszemély és közösség is a jó ügy mellé állt. Így például egy Facebook csoportot is létrehoztak, Tombola Schulz Bence gyógyulásáért címmel. Ez Nullász Katalin nevéhez köthető, és ma már több mint 1000 tagja van. Ám az egyik ózdi gyógyszertár munkatársai is segítenek a gyűjtésben. Már tavasszal, amint megtudtuk, hogy van ilyen lehetőség, többen is gyűjtenek számára, úgy gondoltuk, hogy mi is kihelyezünk egy gyűjtőládát, dobozt, amiben a betegek, akár a dolgozók is bele tudják tenni azt a kis adományt, amit akár elutalnának, csak mondjuk nincs rá módjuk. Az emberek segíteni akarását jól mutatja, hogy az itt elhelyezett dobozt már többször is üríteni kellett. Persze egyéb lehetőség is van a támogatásra. Schulz Bence története ugyanis a Tégy Jót nevű jótékonysági oldalon is megtalálható, ahol folyamatosan zajlik a gyűjtés. Összesen 4 millió forint fedezni az operáció, a kiutazás, a szállás és egyéb költségeket. Jelenleg ennek a negyede áll rendelkezésre. Egy közelgő eseményen, a 2. augusztusi Lexus találkozón is lesz lehetőség pénzbeni adományok felajánlására. A programot a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban szervezik meg augusztus 21-én. Aki azonban más módon szeretne hozzájárulni a költségekhez, az a képernyőn látható számlaszámokra utalhatja el a kívánt összeget. Augusztus 20-án nyílik meg hivatalosan a látogatók előtt a megújult Borsod-Nádasdi helytörténeti gyűjtemény. A szükséges anyagokat az elmúlt években egészítették ki, bár korábban is volt hasonló kiállítás a városban, ám az épület állaga nagymértékben leromlott, így a polgármesteri hivatallal szembeni helyen alakították ki a megújult tárlatot. Sági Tibor célja egyértelműen az volt, hogy egy helytörténeti utazáson vehessenek részt azok, akik felkeresik a létesítményt. A megtekintés előzetes bejelentkezés után lehetséges. Érdeklődni a gyűjtemény vezetőinél lehet a 0670 250 67 88-as telefonszámon. A Borsod-Nádasdi önkormányzat a polgármesteri hivatallal szembeni gyönyörű, késő, szecessziós stílusú épületet, a volt jegyzői lakot biztosította és újította fel az új gyűjtemény számára, amit én a tavalyi év júliusától kezdtem berendezni, tehát egy kerek év volt benne a Covid-járvány második, harmadik hullám, a betegségek, az én szakmám
tekintetében digitális oktatás, de minden egybevetve elkészült az új Borsod-Nádasdy helytörténeti gyűjtemény, amely méltóképpen reprezentálja Borsod-Nádasdy és a környék értékeit. Képzőművészeti tematikus napot tartottak ma az Ómék-Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékparkban. Ilyen alkalom már csak a jövő héten lesz. Ezúttal 19-6 és 12 év közötti gyermek vett részt a foglalkozáson, amely reggel 8 órától délután 4 óráig tartott. A fiatalok délelőtt a művészet történetben nyerhettek betekintést, emellett az alap, illetve a másodlagos színekkel foglalkoztak, és barlangrajzokat is készítettek. Színes zsírkrétás rajzokat alkottak, amelyek végül fekete temperás borítást kaptak. Miután megszáradt a festék, lekaparták, így születtek meg a képek. Akvarell ceruzával is dolgozhattak a lurkók, de buborékfóliával, hurkapálcával és fogpiszkálóval is tevékenykedhettek. A trükkös festmények is előtérbe kerültek a nap folyamán, így az Öreg halász és a Tenger című alkotásról beszélgettek, ahol a festő egyszerre jelenítette meg az ember jó és rossz oldalát. Az olvasóba is átsétáltak, ahol megtekintették a folyosótárlatot és a múzeumot is körbejárták. A Zenélő Malom című 1943-ban készült magyar vígjátékkal folytatódik pénteken a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark nyári kertmozi sorozata, amely július végén a Karosszék című alkotással indult. Az NFL placon zajló programok mindegyike Szelecki Zita köré szerveződik, így a színésznő játékát augusztus 13-án is megcsodálhatja a mozikedvelő közönség. Az este 8:30-kor kezdődő vetítés előtt a zene is előtérbe kerül. A programon ugyanis Váradi Zoltán és Buncik Tíme a közreműködésével. Este 7 órától a 30-as, 40-es évek filmes slágerei is felcsendülnek majd. Aki péntek este szeretne egy tartalmas és szórakoztató programon részt venni, szándékát a 0630 228 0123-as telefonszámon jelezheti. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Javában zajlanak a munkálatok az Ózdi Központi Ügyfélszolgálat épületében. A város vezetése szeptember 3-ára tervezi az átadást. Nagy mennyiségű kátránylemez dobtak ki az urai temető szemetesébe. Az anyag veszélyes hulladéknak minősül. A terület képviselője mielőbbi elszállítást ígért. Melkazzúzódással, koponyai és térdsérüléssel végződött a tegnap esti urai baleset. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a rendőrség eljárást indított. Többen is segítik Schulz Bence gyógyulását. Az ózdi kisfiú műtéti beavatkozásának költségeit a család mellett magánszemélyek és közösségek is igyekeznek előteremteni. A hírek után lássuk, milyen időre számíthatunk holnap. Pénteken közepesen felhős időjárásra van kilátás, várhatóan sok lesz a napsütés, és a szél ereje is gyenge maradhat. Az érzékeny bőrűeknek azonban érdemes vigyázniuk, hiszen holnap is magas lesz az UVB sugárzás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14, napközben pedig 30 fok körül alakul majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. A Híradót követően Apropó című magazinunkat ajánlom figyelmükbe. Az adásban szó lesz a Vámos Lányok sportsikereiről és a hamarosan megnyíló Borsod-Nádasdy helytörténeti gyűjteményről is, de az Illemmel kapcsolatos sorozat is tovább folytatódik, amelyben ezúttal a telefonálás szabályait ismerhetik meg. Mihály Bence már várja Önöket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Szép estét kívánok, viszontlátásra!